Cynthia és Ramona már az általános iskola óta nagyon jó barátnők, most 16 évesek, és együtt koptatják a középiskola padjait. Cynthia szinte mint a családban él, a szülők dolgoznak, segítik gyermeküket és odafigyelnek rá, valamint nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy lányuk felelősségteljesen élje az életét minden téren. Nem szokatlanok náluk az őszinte beszélgetések a vacsoraasztalnál, ezzel ellentétben Ramona elég elhanyagolt kislány, akire nem figyelnek kellőképpen a szülei, csak abból tud tanulni, amit az osztálytársaktól vagy a barátoktól lát. Mindkét lánynak van már párkapcsolata. Ramona váratlanul terbe esik, és barátnője Cynthia segítségét kéri, hogy meg tudják hozni a megfelelő döntést. Nagy bajom van. Na, mesélj. Tudod, Petivel együtt vagyok már egy éve. Igen. Nem tudom, hogy de... Bögd már ki. Terhes lettem. Persze. Esküszöm, tesztet is csináltam. És Peti mit szólt hozzá? Ő azt mondta, hallani sem akar róla. Azt mondta, hogy még ez ő fiatal. Meg még nekem támadt, hogy miért nem szedtem valami fogamzásgátot. Mindegy, csak is kizárólag az én dolgom lenne. Neki is oda kellene figyelnie, nem? Persze, az ő dolga is lenne, de most ne csak kifogásokat találjunk, hanem mi lenne a megoldás. Hogyha megtartanád, akkor tudna a család segíteni? Vagy család! Tovább? Család! Magunkat sem tudjuk rendesen. Az igazság. Meg amikor nanénémnek is abortusza volt, akkor neki is 30 000 forintba került. Én azt sem tudom, hogy teremteném elő ezt a pénzt. Ezen ne aggódj. Szerintem vagyunk olyan régóta barátnők, hogy a családom tudna neked segíteni. Tényleg? Persze. De kérlek, ne mondd el, hogy mire kell. Persze, ez kettőnk titka marad. A lányok eldöntötték, hogy az lesz a legjobb, ha a terhesség megszakítását választják, de Ramona körülményei nem engedhetik meg, hogy ekkora összeget kifizessen, ezért más megoldást keresnek. Tudjátok, azt mondtátok, hogy ha valakinek segítségre van szüksége, akkor csak a családjára számíthat. Igen, de ez így van. De ezt most miért mondod? Történt valami? Igen, történt, de már meg is van a megoldás, és segítségre lenne szükségem. És mi lenne a megoldás? Kéne 30 000 forint. Kislányom, még nem mondod el, hogy miért van szükséged 30 000 forintra, én biztos, hogy egy büdös fillért nem adok neked. De nem értitek meg, hogy nem mondhatom el? Hát, ha nem mondod el, akkor téma lezárva. Ramona terhes. És csak mi tudunk neki segíteni, mert a szülei anyagilag nem segítenek neki, a barátja nem foglalkozik vele, náluk más a szokás. A család ezután hosszasan beszélget tovább. Este, mikor Cynthia aludni tér, szülei még egyszer átbeszélik a történteket. Na, ez azért nem semmi. Micsoda, drágám? Hát szerinted mi? Vagy szerinted ez annyira természetes? Ja, a lányok dolga? Hát persze, most mi lett volna, hogyha mi lányunkkal történik meg? De szerencsére nem a mi lányunkkal történt meg. Az az igazság, hogyha Ramónával ez az eset nincs, akkor Cynthia nem fogja észrevenni, és nem fogja felfogni, hogy milyen felelősségről van szó. Az a lényeg, hogy most már látja. És hogyan tovább? Számomra teljesen természetes, hogy segítünk a kislányon. Végül is Ramona már egy ideje a családunk tagja. Az rendben van, de ahhoz, hogy el tudja vetetni a gyermeket, kell a szülői beleegyezés is. És törvényesen nem mi vagyunk a szülei. Legalább az anyjának alá kellene írni a papírt. Hát ezt megpróbálom holnap elintézni, elmegyek Ramona szüleihez, és megpróbálok legalább az édesanyjával beszélni, hogy meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. Mennék veled, de sajnos tárgyalásom van. Nem baj, ismerem annyira a szüleit, hogy szerintem nem lesz gond, megoldom egyedül. Jó van, szívem, jár szerencsével. Másnap Mária felkereste Ramona szüleit, és meg tudta velük is beszélni a dolgot. Estére elhívták magukhoz Ramonát, és közösen négyen is átbeszélték a dolgokat. Természetesen segítenek a lánynak, a beszélgetés kapcsán egy szorosabb kapocs keletkezik Ramona és Cynthia családja között. Megbeszélik a védekezés fontosságát, hogy mind a két félnek előrelátónak kell lennie, és azt, hogy mennyire fontos, hogy a gyermekvállaláshoz először meg tudják teremteni maguknak a megfelelő egzisztenciát. Az abortusz megtörténik, Ramona már teljesen máshogy látja a dolgokat. Nagyon örülök, hogy a Cynthia-nek a családja tudott rajtam segíteni. Nem is tudom, hogy mit tudtam volna csinálni nélkülük.
Sokan mondták, hogy a védekezés nagyon fontos dolog, de addig nem tudtam ezt fontosnak tartani, míg nem tapasztaltam a saját bőrömön. Igazából szeretnék gyereket, de majd csak akkor, hogyha meg lesz a rendes körülmények. Örülök, hogy tudtunk segíteni Ramónán, hisz ő a legjobb barátnőm. És tudom, hogy ki szeretne törni abból a környezetből, amiből most van, de ha megszülte volna azt a kisbabát, talán soha nem sikerült volna neki. De tudom, ha babája lesz, ő lesz a legjobb anyuka. Jaj, ezek a gyerekek. Gyerekek, de mégis felnőttek. Azért még fogni kell a kezüket. Reméljük, hogy ezzel a segítséggel nem csak a pillanatnyi helyzetet sikerült megoldanunk, hanem kicsit segíteni Ramónának is kitörni a helyzetéből. Ha ez már sikerült, akkor ez a kis segítség is igen nagynak bizonyult. A kisfilm két családot mutat be, akik különböző módon élnek, eltérő értékrenddel. Az egyik TIK család számára nagyon fontos gyermekük oktatása, jólléte, harmonikus fejlődése. A másik család nem sokat foglalkozik gyermekükkel, nem tulajdonítanak különösebb figyelmet Ramóna tanulmányainak. Azzal sem sokat foglalkoznak, hogy mit csinál szabad idejében. Attól függetlenül, hogy a két család értékrendje, életmódja nagyban eltér egymástól, a két lány évek óta nagyon jó barátnő. Amikor Ramóna teherbe esik, és Cynthia segítségét kéri, nem kérdés, hogy ő feltétel nélkül segít neki. A barátságban az egymásra figyelés, az önzetlen segítségnyújtás, a jóban, rosszban, a nem hagyom magára értékek érvényesülnek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a film másik szálát sem, vagyis Ramóna terhességét. A fiú, aki számára fontos volt, cserben hagyta. Barátnője és a barátnője családja nélkül nem tudta volna megoldani a számára megoldhatatlan problémát. A segítség Ramóna családjától érkezett. A fiú és Ramóna együttes felelősségvállalása elmaradt. Korai, meggondolatlan párkapcsolat negatív irányba viheti mindenki életét, mint ahogy láttuk, a Ramónájét is. A lány a történtek után nagyon meggondolja, hogy mit tesz. Ő másként szeretne élni, mint amilyen példát ő a családjában látott. Szeretné céljait elérni, s ha majd egyszer gyermeket vállal, mindent megadni számára. Olyan példát mutatni, olyan segítséget nyújtani majd gyermekének, amit ő most barátnője családjától kapott meg. A családi minta nagyban meghatározza fejlődésünket, és nyomot hagy életünkön. Fontos a példamutatás a gyermekek számára. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.